Szentesen december 5-én az ifjúsági házban a Rigó Lajos általános iskola gyermekotthon és diákotthon tanulói találkoztak. Ez azért különleges, mert a diákotthon diákjait, tanulóit elhelyezték Szentesen kívül máshová, az iskola tanulói viszont itt maradtak Szentesen, és most ez a találkozó nyújt arra lehetőséget, hogy ismét együtt legyenek ezek a gyerekek. Mindennek az oka az augusztus végén leégett Rigó Lajos általános iskola tetőszerkezete volt. Erről beszélgetek el, de inkább a találkozóról Kovács Jánossal, a Szentesi Önkormányzat Művelődési és Ifjúsági Bizottságának elnökével. Ön miért tartja fontosnak, hogy találkozzanak a gyerekek egymással? Szeretettel köszöntöm én is a Kurca televízió nézőit. Igen, egy olyan tragikus esemény történt itt augusztusban, amelyik azt hiszem országos viszonylatban is példa értékű. Pontosabban hát nem érték az ilyen, mert hogy ezek a gyerekek ezt tragédiaként élték meg, és adva volt a lehetőség, hát a szeretett ünnepe karácsony, és annak előhírnöke a mai nap, a Mikulás váró ünnepség, amelyik arra prezentálja a város önkormányzatát, hogy ezekről a gyerekekről az önkormányzatnak nem szabad megfeledkezni. Ők ugyanúgy a város lakói voltak, és remélhetőleg majd későbbi időpontban lesznek is, hisz ők életüknek nagyobb részét Szentesen élték meg, és elég tragikus sors várt rájuk e tragikus esemény után, hogy leégett a otthonuk, hogy más városokba, intézményben kellett őket elhelyezni. Gondolom, hogy az is egy alkalom volt erre a találkozásra, hogy végül is karácsony előtt vagyunk, és ez egy kicsit a találkozás ünnepe is. Így van, mint ahogy mondtam, hát hogy a szeretet ünnepe és a találkozás ünnepe is, ezek a gyerekek örömmel fogadták a önkormányzatnak azt a kezdeményezését, hogy most itt karácsony előtt, egy délelőtre, egy ölelésre, egy jó szóra összejöjjenek. Iskola és diákotthon, gyermekotthon szakmai vezetője részt vett azon a találkozón, amit a Szentesi Önkormányzat szervezett, amikor is találkozhattak a nevelőotthon és az iskola, mint az intézményüknek a két alap részlege diákjainak a találkozóján. Mennyire tartja fontosnak, mennyire tartja sikeresnek, hogy egy ilyen találkozót összehoztak?
Először is köszöntök mindenkit. Hát nagyon szépen szeretnénk megköszönni, hogy ez a találkozó létrejöhetett. Immáron 3 hónapja, ugye, hogy a Rigva Lajos gyermekotthon leégett. A gyerekeink azóta nem találkoztak egymással, ugye ők szanaszét kerültek az országba, Bácsalmásra, Vértes szülősre, Szegvára, illetve Makóra lettek elhelyezve. Nekik nagyon fontos volt ez a dolog. Ők kezdeményezték ezt az egészet a gyermekvédelmi gyámok felé. A gyermekvédelmi gyámok szerencsére mellé álltak ennek a kezdeményezés, ahogy Szirbik Imre polgármester úr is, és Seres Antal, aki egyébként a gyerekeinket tanította gitározni, fölkarolta ezt az egész rendezvényt, és így jöhetett létre. Látni lehetett itt, amikor megérkeztek a gyerekek és a nevelők, hogy ez mindannyiunk számára egy tényleg egy hatalmas nagy ünnep. Nevelők, dolgozók, volt dolgozók, illetve olyanok is eljöttek, akik valamilyen szálon kapcsolódtak a gyerekotthonhoz, és mindenképpen szerettek volna az innen elszármazott, elkerült gyerekekkel találkozni.